Köszöntöm nézőinket! Önök a Sopron Televízió csütörtöki híradóját látják. Nézzük fontosabb híreinket röviden. Bringás reggeli. Finom falatokkal várták a kerékpározókat. Zöld óvodai workshop. A környezeti nevelésről értekeztek a vármegye óvodái. És hövei csipke. Generációról generációra száll a hímzés művészete. Kerékpáros reggelit szervezett a Bringás Sopron Egyesület. A szemlélet formáló megmozdulás a Bringa egyenlő kiszámíthatóság üzenetét népszerűsíti az egész országban számos helyszínen. Az eseményen idén is több százan vettek részt. Köszönöm szépen, köszönöm. Finom falatokat kínáltak a reggeli mozgáshoz a kerékpárosoknak a Deák téren. 13. éve szerepel a közösségi akcióban a Bringás Sopron Egyesülete. A nap legfontosabb üzenete, hogy keressünk élhetőbb közlekedési alternatívákat, mondta Elszűcs Szabó Máté, a szervezet elnöke. Bringás reggelit tartottunk mi is itt Sopronban, csak úgy, mint az ország 80 másik pontján a Kerékpáros Klub helyi szervezetei. Az Aktív Magyarország program keretein belül a Bringa, mint kiszámíthatóság kampányt reklámozzuk mi is. Röviden összefoglalva azt gondolom, hogy aki Sopronban él, annak nem újdonság, hogy a város egyre jobban ordít, ha szabad így fogalmaznom, mindenféle alternatív közlekedési módért, legyen ez akár a gyaloglás, a busz, vagy a roller és a kerékpár. És a nap üzenete talán az, hogy amikor lehetőségünk van, amikor az időjárás, a napi rutinunk, a dolgaink úgy engedik meg, akkor reggel meghozhatjuk azt a döntést, hogy gépjármű helyett kerékpárt választunk. Az eseménynek nagy hagyománya van, így sok ismerős fordult meg a reggeli órákban. A meglepetés elemózsiának mindenki örült. Mindig jó kapni valamit, hogy ezt díjazzák valahol, hogy mindig esőbe, hidegbe, szélbe és biciklén megyünk azért, hogy fenntarthatóbb legyen a városi közlekedés, meg egészségesebbek legyünk. A Magyar Kerékpáros Klub helyi szervezeteivel és partnereivel az ország több tucat pontján várta reggelivel vagy uzsonnával a két keréken közlekedőket. Az Aktív Magyarország támogatásával megvalósuló Bringáz munkába szemléletformáló kampány a Bringa egyenlő kiszámíthatóság üzenetét is népszerűsíti. Közel 200-an fordultak meg a közösségi eseményen. Zöld óvodai workshopot szerveztek Sopronban a Jereván lakótelepi óvodák. A MUK turistaházban tartott rendezvény célja a tapasztalatcsere és a tudásmegosztás volt. A környezetünk ismeretére, tiszteletére és védelmére nevelést nem lehet elég korán elkezdeni, és az óvodáskorú gyermekek még rendkívül fogékonyak erre. Ebből a célból jött létre a Magyarországi Zöld Óvoda Program és Hálózat. A program keretén belül szervezett Sopronba workshopot közösen a Jereváni Kék Óvoda, a Trefortéri Óvoda és a Dózsa-György utcai tagovoda. Az Országos Zöld Óvoda hálózat keretében valósítjuk meg, és tulajdonképpen a megyében működő zöld óvodákat segítjük bázisintézményként, az ott folyó munkát, az ott folyó ismeretszerzést, az ismeretátadást, a továbbképzéseket segítjük, illetve a zöld óvodai programoknak a megvalósítását, karöltve a soproni tanulmányi erdőgazdasággal, az erdészekkel, illetve más szakemberekkel. A TAEG ZRT részéről dr. Takács Viktor, a MUK Endre Erdészeti Erdei Iskola vezetője tartott előadást az erdőgazdaság munkájáról. A tanulmányi erdőgazdaság, illetve az Erdészeti Erdei Iskolánk is folyamatosan ápolja a kapcsolatot a városi intézményekkel. Köztük a nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy rendszeresen látogassuk, és invitáljuk az óvodás csoportokat is, hogy látogassanak meg minket itt fönn a soproni hegyvidéken, akár az erdőkházában, akár valamelyik tanösvényünkön. A rendezvényen köszöntőt mondott Tóth Éva önkormányzati képviselő, a Jereván település részi önkormányzat elnöke. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a megyei programsorozatnak a házigazdája a jereváni óvoda, a jereváni óvodák és tagóvodák. Ez a rangját jelenti mindannak a szakmai munkának, mindannak az elkötelezettségnek és mindannak a hivatás szeretetnek, nem utolsó sorban a gyerekek szeretetének, amely által a jereváni kék óvoda, a jereváni tagovodák, a Dózsa-György utcai óvoda is ugye ide tartozik, gazdája tud lenni egy ilyen rangos szakmai programnak. Az egésznapos workshopon Győr-Moson-Sopron vármegye szinte összes zöld óvodája részt vett, összesen 42 óvodapedagógussal.
Generációról generációra száll az újonnan Hungarikummá választott hövei csipke művészete. A tudást olyan alkotóktól is elleshetik a fiatalabbak, akik már több mint 60 éve foglalkoznak ezzel a különleges hímzéssel. Kapuvártól nem messze található Hövely kisközsége. Csupán 368 fő lakja, mégis hatalmas kincsel büszkélkedhet ez a hövei csipke. Lehet látni, hogy milyen változatos pókok találhatók. Szép, sarlós, gombos, sima pók. A teljes mértékben kézzel készített fehér lyukhímzést a pókolás rendkívüli változatossága teszi, a maga nemében egyedülállóvá. Nincs két egyforma munka, minden hímzésben benne van az alkotó szíve, lelke. Az 1860-as években a legendánk szerint Nyikos Gáspárné horvát borbála volt az, aki meghonosította itt Hövelyen a csipkét, egy táncos kötényt készített magának, amelyet aztán egyre többen megismertek, megtanultak. Ezzel egészítették ki itt Hövelyen a keresetüket az asszonyok, majd egyre népszerűbb lett különböző vásárokba, kiállításokra, zsűriztetésekre kezdték el vinni a hövei csipkét, és nagy-nagy eredményeket értek el, nem csak itt hazánkban, hanem országhatárokon túl is. A Hungarikum Bizottság döntése alapján a hövei csipke is bekerült idén a hungarikumok közé. Úgy gondolom, hogy most, hogy megkapta ezt a nemes kitüntetést, a hövei csipke, tehát végre helyére került. Én úgy fogalmaznék, hogy végre helyére került, mert nagyon sokan, akik régóta csináljuk ezt a kézimunkát, valahogy úgy vártuk titokban, de hogy is hangot is adtunk neki, hogy igenis, hogy ezt megérdemeljük. E kitüntető eseményhez hosszú út vezetett. 2012-ben, amikor megalakultak az értéktárbizottságok, akkor a Hövelyen is megalakult az értéktárbizottság, és természetesen a hövei csipke volt az, ami elsőként bekerült ide az értéktárba. 2013-ban Győr-Moson-Sopron megye első megyerikuma lett, 14-ben kiemelkedő nemzeti értékcímet kapott, 17-ben az UNESCO listájára is felkerült, tehát a kulturális örökség listára is, és most idén akkor sikerült elérni, hogy a Hungarikumok gyűjteményébe is bekerüljön. A Hövei Csipke Egyesület és a pedagógusok Soproni Művelődési Házában működő népi díszítők alkotóköre mindent megtesz annak érdekében, hogy a hövei csipke művészete tovább szálljon generációról generációra. Fontosabb tevékenység a hövei csipke tudásának átadása az, ami a feladatunknak tekintjük. Főleg a fiatalság körébe szeretnénk ezt elterjeszteni, és várjuk az érdeklődőket nagyon nagy szeretettel. Az Egyesület tagjai oktatásokat tartottak már Budapesten, Hövelyen, Kapuváron, Sopronban, Győrben, Szombathelyen, Harkán és Kópházán. Rendszeresen részt vesznek a Hagyományok Háza által szervezett zsűrizéseken, országos pályázatokon, ahol már több elismerésben részesültek. Ismét a Megyeháza díszterme adott otthont a Soproni Alzheimer Café rendezvényének. A résztvevők ezúttal a vegyszermentes kiskertekkel és az egészség megőrzésével kapcsolatban kaptak hasznos tanácsokat a szakemberektől. Az elmúlt években jelentősen megnőtt a vegyszermentes ökológiai gazdálkodásból származó élelmiszerek iránti kereslet. Ezek a termények olyan mezőgazdaságból származnak, ahol nem használnak növényvédőszereket, műtrágyát vagy más vegyi anyagokat. Dr. Sütő Teréz, az Idősek Európa Háza Alapítvány elnöke köszöntőjében kiemelte, az egészségtelen táplálkozás és a demencia kialakulása szorosan összefügg egymással. Ez az előadás ma, ez arról szól, hogy amit veteményezünk és amit permetezünk különböző anyagokkal, hogy azok mennyire, mi az, ami káros, és mi az, amit fel kellene cserélni, és az élelmiszerekben is, hogy melyek azok az adalékanyagok, amelyek ártanak az egészségünknek. Tulajdonképpen minden mindennel összefügg, mert hogyha az egészségünk az stabil alapokon áll, akkor ugye kevésbé leszünk betegek, és talán demensek is kevésbé leszünk. Az Alzheimer Café májusi előadásán a vegyszermentes gazdálkodás előnyeivel és a biotermékek fogyasztásával kapcsolatban kaphattak hasznos tanácsokat a résztvevők. Az emberiség sajnos, mint a legmagasabban civilizált élőlény a Földön, szisztematikusan és tökéletesen teszi tönkre a környezetét. Úgyhogy megpróbálunk valami olyasmit kitalálni, amivel az ivóvizeink, a levegőnk,
és a környezetünk vegyszermentesebb és tisztább lehet. Sopronban már közel 8 éve, 2015. októberében alapították meg az Alzheimer Cafét. A szervezők minden hónap második kedjén tartanak rendezvényeket annak érdekében, hogy felhívják a lakosság figyelmét az egészség megőrzésének fontosságára. Hazánkban egyedülálló módon működik Sopronban Vörös István Billiárd Múzeuma. Számos ereklye található a gyűjteményben, a legrégebbi darabok egészen a 19. századig nyúlnak vissza. Karambolasztalon mutatja egyik trükkjét Vörös István. A biliárd egy játékcsoport összefoglaló neve, melyben két ember vagy két csapat játszik egymás ellen. A golyókat egy keretezett asztalon kell dákok segítségével lökni. Vörös István évtizedek óta a biliárd szerelmese, a régi idők eleganciája szólította meg először. Elsősorban régi filmekből vettem példát, rengeteg filmben láttunk biliárdos jeleneteket. Gyönyörű, nemesen faragott, díszített asztalokról volt szó, és azt hiszem, hogy ez volt az első érintkezési pontom a biliárddal. Aztán később a főiskola évek alatt a kollégium kapott egy nagyon rossz, minden vonatkozásban alkalmatlan biliárdasztalt, mégis ilyen első látásra szerelemnek bizonyult. Az első karambolasztal 1862-ben került felállításra Budapesten, az akkori Erzsébet szállóba, tehát ez az egyik legelső darab, ami egyáltalán Magyarországon felállításra került. Egyik legnagyra becsültebb asztala ez Vörös Istvánnak. A tízszeres magyar bajnok a versenyzés mellett erekék tömkelegét gyűjtötte be az évek alatt, így alakult ki a Soproni Biliárd Múzeum. Ezeket a régi nemesverető asztalokat, ha megpróbálnám a környezetemben felvásárolni, rendbe tenni, akkor egy szép biliárdgyűjteményt lehetne létrehozni. Nos, ez meg is valósult hosszú évek munkája során. A részben barátok, ismerősök, részben saját magam, utána jártam, kaptam egy információt, hogy itt-ott fellelhető egy régi, nagyon lepusztult állapotban lévő asztal. Nos, ezeket megvásároltam, és részben saját erőből, részben Bibutor asztalos segítségével felújítottam ezeket. Sok érdekes sztori is fűződik ezekhez az asztalokhoz. Volt, amelyiket tyúkketrecként használtak, volt, amelyiket üveges műhelyben, üveget vágtak a palalapon, mert hogy a régi asztaloknál vagy pala, vagy mármánylapból állt az asztalnak a lapja, amire aztán ugye a posztó került. Volt egy olyan asztal is a tulajdonomban, amelyiken a világháború végén menekülő szálasi kormány egy utolsó biliárdpartit játszott itt Sopronba. Szóval mindegyik asztalomnak kikutattam az eredetét, történetét, érdekes anekdóták fűződnek mindehhez, és természetesen a biliárdasztalokon kívül elefántcsontgolyó garnitúrák, régi bajnokok, faragott dákói, régi festmények, részkarcok, egyéb emlékek tartozékai ennek a Biliárd Múzeumnak, ami egyébként jelenleg harmadik a világon Bécs és Liverpool után. A játék örök szerelem marad, a múzeum pedig továbbra is tárt karokkal várja az érdeklődőket. A napokban melegebb időre számíthatunk, az időjárásról bővebben híradónk után hallhatnak. Ezután Mozaik című műsorunk következik, amelynek vendége Cupi Arnold, a Soproni Történelmi és Hadijátszó Baráti Kör vezetője lesz, majd az Egy Hetet című magazint láthatják. Kedves nézőink, a Sopron Televízió csütörtöki híradóját látták. Műsorainkat és további híreinket keressék a sopronmedia.hu oldalon. Én valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken már szakadozik a felhőzet, kisebb eső zápor helyenként még kialakulhat, nem lesz jelentős a légmozgás, délutánra 17 és 26 fok közé melegedhet a levegő. Hétvégén sok napsütésre van kilátás, élénk egy-egy helyen erős lehet a keleti eszél. Kora nyárias időre délutánonként 23-28 fokos maximumokra van kilátás.
Hétfőn kitart a napos gomoly felhős idő, elszórtan záporokkal, főként délen zivatarokkal.